Kürtszó hirdette a megújult parkerdő avatási ünnepségének kezdetét. A megnyitón Hende Csaba honvédelmi miniszter is részt vett. A város országgyűlési képviselője tájfutóként egykor maga is sokat járt a parkerdő útjain. Nagyon sok szép órát töltöttem itt. Remélem, hogy a mostani fiatalok is hasonlóan erősen fognak kötődni ez a helyhez. Nagyon örülök annak, hogy ez a sok-sok millió forintba került felújítás megtörténhetett, és remélem, hogy az erdei tornapálya, amely most szintén megújult, nagyon-nagyon sok ember egészségesebbé válásához fog hozzájárulni. Az avatás emlékére Hende Csaba egy házi berkenyét, a 2013-as év fáját is elültette a parkerdőben, ahol a megújult tornaliget mellett új sportpályák, tanösvény, túrakerékpárút, erdei játékok és futófolyosó is várja a szombathelyeket és a parkerdő valamennyi látogatóját. A Szombathely Erzeti Részvénytársaság 24 millió forintot költött a szombathelyi parkerdő megújítására. Több mint egy éves munka van kollégáim, a tervezők, a kivitelezők és az erdész szakemberek háta mögött. Nagy munka volt, de én úgy érzem ma, látva itt a fiatalokat, idősebbeket, a tekinteteket, hogy megért, amit az ember az elmúlt egy évben készített. Az avató után a családok azonnal birtokba vehették, kipróbálhatták a megszépült parkerdő kínálta valamennyi új lehetőséget. A rendezvényen a legifjabb sportemberek is jól érezték magukat. Én azért szeretem tájfutni, mert hogy az emberi elmét nagyon könnyen lebontja, és nem zavarod össze, és ha bánatos vagy, akkor ez foglalja el az agyadat, és nem az, hogy de szomorú vagyok, vagy ilyesmi. A megújult parkerdőbe kilátogatókat különféle sport és ügyességi bemutatók is szórakoztatták a családi napon.